Ünnepi búcsúi szentmisére gyűltek össze a hívek a Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szentelt káli plébánia templomban. A szentmisét Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát mutatta be. Prédikációjában főapát úr a tudatos kereszténységre buzdította a jelenlévőket. Mint mondta, mindig készen kell állni arra, hogy Krisztus szeretetéről, a megélt hitről tanúságot tegyünk az emberek között. A keresztségben, a bérmálásban Isten szent lelkét kaptuk. Ezt a lelket kell segítségül hívnunk a szívünkben. Ő az, aki elevenné teszi bennünk Jézus Krisztus fönséges, nagyszerű ismeretét, és ő ad nekünk erőt ahhoz, hogy keresztény nagyvonalú, nem kiskaliberű, keresztény nagyvonalú szeretettel tudjunk létezni saját családunkba, saját közösségünkbe, és ebben a magyar társadalomba, ahol küldetésünk van, ahol Jézus Krisztus szeretetéről nekünk is vallomásszerűen kell tanúságot tennünk. Legyetek tudatos, tanúságtevő, vallomástevő keresztények. Akár a bűneinket kell megvallani, akár Isten iránti szerelmünket. Mindegyik gazdaggá tesz, szabaddá tesz, és áldott békét és áldott örömet ajándékoz nekünk. Amen. Talán kevesen tudják, hogy a templom és a plébánia területén a 13. században bencés monostor állt. Az egykori bencés lelkületet hozta vissza néhány órára a főapát. Ennek a meghívásnak az apropója az volt, hogy a káli plébánia területén található Kompolton a régi kompolti bencés apátság, aminek sajnos már a nyomai sincsenek meg, hiszen miután Eger az 1552-es ostromban ugyan ellenállt a törökök támadásának, végül 1596-ban mégis elesett, és a város és egész környéke török kézre került. A bencések is ekkor mentek el, illetve haltak meg. Az utolsó összeírás szerint egy apát és egy szerzetes volt az apátságban. A mostani kompolti kastély, a régi templom és néhány régi lakóház még az apátság köveiből épült, de már a nyomai sem látszódnak az apátságnak. Művészettörténészek szerint a mostani kastély néhány fő fala az apátságnak a falaira épült, de ezt már csak régészeti kutatásokkal lehet megtalálni. Éppen ezért hívtuk Várszegi Asztrik főapát urat, hogy ő, mint magyar bencés prézes apát, jöjjön el és mint egy vizitáljon a régi apátságának a területén, és jöjjön el oda, ahol annak idején a bencések működtek, imádkoztak, dolgoztak, kultúrát hoztak, ahogy az énekben mondjuk Szent Benedekről, templomok nőttek, városok támadtak, élet az Úrnak. A Szentmise ünnepi körmenettel zárult.